Sziasztok! A villanypásztoros videóval kapcsolatban jelentkeznék be, ugyanis ha emlékeztek rá, akkor 15 centire tettem az alsó szálat a karámban. Közben ugye benépesült a karám, mutattam is, hogy vietnámi disznókat szereztem. És hát ugye túrják szépen a gyökereket, fogynak is jól, de az a baj, hogy ez a 15 centi, ez nagyon közel van a földhöz, így folyamatosan rátúrják a gyökereket. Úgyhogy most már látom, hogy valószínű, hogy följebb kell majd tennem ilyen 20-25 centi környékére az alsó szálat. De hát jelenleg most így folyamatosan gerebjézem be a... Hát nem is a gyökereket túrják rá igazából, hanem inkább ilyen ágakat, meg hát ilyen mindenféle ilyen törmeléket, amik ugye ott voltak. Viszont nő a gaz is szépen, és arra gondoltam, hogy meg kéne permetezni, le kéne gyomírtózni, mert én egyszer már fükaszával végig szaladtam alatta, de most olyan ütemben elkezdett nőni, hál' Istennek, hogy ilyen jó esős a tavaszunk, hát amilyen szárazon indult ez az év, olyan jól elkezdett most jönni a csapadék, úgyhogy nagyon örülök neki egyébként, de nagyon nő a gaz, rettenetesen nő. És ugye ott nem is eszik ki a villanypásztor alatt a malacok, meg a disznók, mert ugye félnek tőle. Aztán hát vettem egy permetezőt, mert mit ad Isten, ami volt permetezőm régebben, ilyen 5 literes, azt én kihagytam és szétfagyott a tartája, tehát az menthetetlen volt. Aztán volt itt még egy háti permetező, ami ilyen 16 literes, ez a nagyon olcsó piacos sztori. Az meg viszont azzal úgy jártam, hogy itt volt fönt a polcon, aztán egyszer így télen csak fogta magát, gondolt egyet, és a szára az így lecsúszott, a porlasztós feje, a vége, és ugye fűtöttem bent, mert szereltem, és tél volt, meleg volt, ezért fogta, és az úgy összeolvadt, aztán nem is találtam rá olyan fejet, a végére fejet, úgyhogy egy komplett ilyen szárat majd kell hozzá vennem. De gondoltam, hogy így is, úgy is kell majd nekem egy ilyen kis 5 literes ilyen nyomás permetező, 5-7 literes, mert ezek, tehát elég nekem annyi igazából bőven, meg én jobban is szeretem, mert nem kell belebújkálni, hanem sokkal mobilabb, csak az ember fölkapja, aztán már permetez is. Úgyhogy hát vettem a bátorságot, és bementem egy mezőgazdasági boltba. Hát mondom, én úgy emlékeztem, hogy ilyen 2000 forint volt ez a ilyen, nem is tudom, 5 literes permetező, hát kicsit meglepődtem, mert még egy ilyen 10-est majdnem hozzá kellett tegyek, és nem ez volt a legdrágább, tehát ez valami, nem is tudom milyen márka, semmi extra, valami Garden, nézem is, igen, valami Garden, szerb permetező, és ugye ezt most szeretném kibontani, aztán megnézni, hogy végül is mit kaptunk ennyi pénzért, meg szeretnék egy kis glialkát, illetve nem is tudom, hogy mit vettem, mindjárt megnézzük, milyen gyomírtót, totális gyomírtót vettem, az bekeverni, aztán hát kipróbálni a permetezőt, hogy hogyan megy. Na szóval ez itt a Polins permetező. Nézzétek el, hogy van itt egy kis kuplerá itt a az asztalon. Nem is tudom, hogy mutassam, hogy jobban látszódjon. Azt mondja, ez ilyen. Elméletileg minden van benne, ami kell. Nincs más hátra, mint kibontani. Na, azt mondja, adtak hozzá Garden típusú túlnyomásos permetező, magyar nyelvű használatot azt kaptunk. Van hozzá egy pisztoly, egy szár, és maga a gép. Én még gondolom a hevederhez egy ilyen műanyag. Jó erősnek tűnik egyébként ahhoz képest.
sem tűnik olyan rossznak. Ugye ez itt a nyomás leeresztője. Gondolom ki kell majd húzni, vagy kitekerni. Úgyhogy, hát így a fénybe, és nem tudom, hogy mennyire fogja így átadni a kamera, de ha megnézitek, akkor ez jó vastag anyagból van, nem megy át rajta a fény. A hangja is elég vastagnak tűnik, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Na de rakjuk is össze. Jó vastag, de elvileg azért ilyen vastag, mert ugye teleszkópos, ha minden igaz. Igen. Még ugye valahogy ezt fel kéne tennem. Ezt a részét. Nem pontosan tudom, hogy ez hogyan van. Ezekkel mindig bajba vagyok az ilyen befűzős dolgokkal. Egy útállási jegy is van hozzá. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség. Hát ahhoz nem ír semmit, hogy ezt hogy kell befűzni, úgyhogy ez szabadon választott. Hát én azt gondolom, hogy ezt így ezen így valahogy át kéne fűznöm az egészen. Gondolom ez lesz a fogantyúja. Idegesítő. Nézzük meg a képet. A képen konkrétan semmit sem látni. Szerintem még a képen is csak úgy van. Csak úgy van beletolva, mintha ott lenne. Ugye se egy piktogram, semmi. Az ilyet azt tudom díjazni. Tudom, most mondhatjátok, hogy aki esetleg látja, hogy ez hogyan kell, tudja, hogy ez hogyan kell. Ez biztos azt mondja, hogy lehet ekkora barom valaki. Egyébként most talán ha itt visszafűzöm még egyszer, ha visszabírom, mert ugye ez itt kétszer már át se akar menni, akkor valószínű, hogy vissza se nagyon jönne. Ott van. Ez így most meg fog állni.
Na itt a kegyszer. Ilyet vettem, jó sok, egy liter darabig elég lesz. Feltéve, hogyha ugye nem az egészet kell beleönteni, mert ezekbe azt bírom, hogy igazából nem lehet látni azt, hogy milyen higításba kell használni. Az ugye nincsen itt feltüntetve, hanem elméletileg csak akkor, hogyha ezt itt kibontjuk valahogy. És utána ott belül fogja írni. Ott belül fogja írni, hogy mennyi kell belőle. Ezt most megpróbálom valahogy kibontani. Egy oldalt, szóval itt írja, hogy szermennyisége 10 liter vízhez ír 100-200 millilitert. Ugye? Az azt jelenti, hogy mondjuk 5 literhez akkor, ha 200-at számolok, mert mondjuk intenzív növekedésű gyomok vannak most itt, akkor 100 millilitert nyugodtan bele lehet önteni az 5 literhez. Tényleg nem vagyok a híve a gyomírtásnak, de most muszáj lesz. És feltöltöttem vízzel, még ugye a maradék 5 literig. Most felpumpálom, aztán megnézzük, hogy mit csinál. Na, hát még azt lehet mondani, hogy elég jó porlaszt. Elég jó fő lehet pumpálni, majd kitapasztom, hogy mikor fúj le a szelep. Most ide nem akarok többet kinyomni ide feleslegesen a betonra. Úgyhogy megyek is, aztán kipróbálom ott a disznóknál.
Na mi van, Refi? Név vagyok. Közben azért a disznók is érdeklődtek. Így végig szaladtam az egészen, hát ez életem első gyomírtózása. Kíváncsi leszek az eredményekre, gondolom kell neki egy hét, de lehet, hogy kettő. Majd meglátjuk, hogy hogy sikerült. Remélem, hogy hatásos lesz. Köszönöm, hogy végignéztétek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!